Én lennék a támasz, minden fájó kérdésedre válasz. Ha elvesznél az ében, leszek én az a fény, a világító torony tetején. Most voltam először szóló előadóként és dalszerzőként jelen. Nagyon örülök, hogy a közönségnek, a közönségtől 8 pontot kaptam. Az, hogy a zsűrinek nem feltétlenül tetszett, az biztos, hogy igyekeztem volna, ha tovább jutok, akkor a következő epizódban még hitelesebben és meggyőzőbben énekelni. Még a múltat siratod, olyan rémisztő, hogy kifolyik az ujjaid közt az idő. Én itt vagyok neked, ha gyere vársz. Nagyon hitelesen és nagyon őszintén azt szerettem volna továbbadni az embereknek, amit én akkor éreztem, amikor ez a dal megszületett, és szerencsére úgy érzem, hogy a magas pontszám a nézők által ez igaz. Nekem a bevált recept az mindig az, hogy én külön elvonulok az adás napján, és akkor olyan dalokat hallgatok, amik hangulatában tükrözik az én dalomat. Itt az idő, kérlek végre válasz, bárhogy döntesz, tudnom kell, hogy ő vagy én, van a világító torony tetején.